A keresztények többsége két héttel ezelőtt ünnepelte a karácsonyt, a szerbek viszont január 6-án és 8-án ünneplik Jézus születését, hiszen a szerb ortodox egyház a karácsonyt a régi úgynevezett Julianus naptár szerint tartja. Ilyenkor a szokások szerint tölgyfaégetésre kerül sor, valamint szalmával díszítik a házat és a templomot, mely Krisztus születésének helyét jelképezi. Minden karácsony este van egy vecsernénk, és ünnepeljük kis Jézus születésének az ünnepét a hagyományok szerint. Mi minden esetben tartjuk a hagyományokat, ezért lehet látni a templomba olyant, hogy tölgyfaágakat, szalmát, ugyanis annak idején, mikor kis Jézus született, mondhatjuk azt, hogy barlangba született, vagy jászolva, vagy istálóba, ott is ugye kis Jézusnak tölgyfával melegítettek. A szenteste délutánján megtartott templomi vecsernyén az összetartó székesfehérvári szerb közösség tagjai közül a hagyományokat őrizve sokan ellátogattak a Rácz utcai szerb ortodox templomba, majd keresztény szokás szerint otthonaikba tértek, hogy meghitt családi környezetben fogyasszák el a karácsonyi vacsorát. A karácsonyfa állítás nem tartozik a szerb szokások közé, hagyományosan a gyerekeknek a szalmába rejtették az ajándékot, amelyet a vacsora végéig nem bonthattak ki. Nem állunk rosszabb helyen, mint Magyarországon a többi szerb közösség. Elmondhatjuk azt, hogy Székesfehérváron jelenleg 70 olyan szerb család van, akik szerbnek hallják magukat, szerb nemzetiségnek. A hatodikai vecsernyét követően az egyház közösség tagjai január 8-án újból összegyűlnek az ortodox templomban a karácsonyi szent liturgia alkalmából.